Ígértél most kimosogat? Én fogok most mosogatni. Persze egy felelőtlen ígéreted, de nyilván ez nem így lesz. Ja, de tényleg képzeljétek el, hogy egyébként mutassuk meg, hogy hol szoktunk mosogatni, hogyha nagyon sok cucc van ott a slagnál. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a Balcsin, most idén először, úgyhogy picit beavatunk titeket, hogy hogy készülünk fel a nyári szezonra. Tartsatok velünk! Jó reggelt! Végre itt vagyunk a kis szerelem helyünkön. Fölveszem, hogy leslagolod, Muki. Elindítod, majd figyelj, hogy ne Megy? Nem, ott meg van törve, nézd, ha valahol meg van törve, úgy ott meg van például. Így nézni a homok kéne róla? Látom. Lassagolom a teraszt. Tiszta por volt, jött az afrikai. Hát te jobban tudod. Tőletek jött a poros eső, és tiszta por volt minden, meg ez a homokos. Láttam az autókon is mi volt, és itt is tiszta homok volt minden, úgyhogy mielőtt rárakjuk a matracokat, az elcsinálom. Zárva van kicsikén most, pedig nyáron itt is be lehet menni, úgyhogy gyere kell menni. A gyere, kerüljünk. Ez a kedvenc éttermünk itt Akaratján. Nagyon-nagyon finom a pizza, meg hihetetlen jó hideg tálak vannak, hogyha csak kicsit vagyunk éhesek, akkor mindig el szoktunk ugrani, de ilyen sonkasajt, tálért, frissen sütött péksütemények vannak, az nagyon fincsa. Most nem ez az eset állt, mert most nagyon éhesek vagyunk. Vegyetek műanyagba, tehát nehogy olyan legyen, mint a szerszámokkal. Ez olyan jól áll ez a felső neked, kicsim. Igen, fogják ez olyan. Kicsim papír kéne majd. Ott. Ez mire kérhetem? Faszolat. Kiszedem a zsákból, mert anyáik hoztak rendes faszolat, nem olyat, amit a benzinkúton vagy bárhol tudsz venni, hanem milyen nagy zsákból, és ez az eredeti faszolat sokkal jobb rajta a hőértéke, mert a húsi jobban fog megsülni. Majdnem olyan színű, mint én.
Igen. Kéne egy kis oldalamra behozakom. Ott a piros. Még van egy kisebb is, nem? Azt mondja, hogy egyszer. De ezt nem találtam, ez hol lehet? Nem tudom, de hozzá egyszer. A hús a lényeg. Oké, szerintem... Jó, de operatőr nem lesz benne, nem az biztos. Látom, jó lesz, szerintem. Kicsim, az kicsit erős ez a tűz, nem, Mukika? Ez így jó lesz? A faszolat egy kicsit rálocsolta egy picit. Látszik, hogy vagy is mondjam, nem vagyok annyira gyakorlott grésütől. Annyi, hogy a Sofi tette föl a fenet, majd elment drónozni, és itt hagyott minket a hússal. Szerintem egy kicsit sokat rakott, mert túl hamar tettünk be. Miért rángatod a kamerát? Megyek ide-oda. Látom. Úgyhogy remélem, hogy ezért kapnak majd lenni a fiúk, ugye most vagyunk nálunk, vagy nem tudom, 8-10. Én tudom, hogy 10-fogú leszek van, de hát ilyen lesz az első balatoni gyűlözés. Megfogod. Ennek mennyire kell tűnni a forbasznak mondjuk? Látod, ez egy kevés probléma. Itt minden feldán lesz szerintem. Ezek jókra tűnnek azért. Ja. Itt vannak a barátaink nálunk, óriási sütögetés volt, ahogy láttátok. Még van mit tenni a nyaralóban, mert ez volt az első balatonozásunk. És rengeteg dolgot kell még itt finomítgatni, hogy felkészüljünk az igazi nyári szezonra. Viszont nagyon sok időt töltünk mi itt a Balatonon, szoktunk rengeteget barkácsolni. Tavaly már megmutattuk nektek, hogy hogyan füvesítettünk, és hát ahogy látjátok mögöttem, azért szerintem elég jól sikerült. Plusz készítettünk egy fűszernövénytartót is, amit hamarosan megmutatunk nektek. Képzeljétek el, hogy most még nincs elég meleg, de nyáron egyébként itt van egy ilyen tűzrakó, és itt szoktunk szalonnát sütögetni esténként, meg borozgatni, itt megfejtjük a világ nagy dolgait. De most este 8 óra van, most mentek el a többiek, és így, hogy lement a nap, elég hűvi lett. Egyből hűvös van, hogy lemegy a nap, azért még látszik, hogy nincs nyár. Muki is felöltözött, és a félmeztelen testét most már nem élvezhetitek tovább. De én igen, csak be kell vinnem. Hups. Sosincs rajta a fejem. Mert neked kéne fogni, így. Megforduljunk? Lement már a nap, de azt is megmutattam amúgy. Csak én így nem látom. Az a rossz ebben. Oda képzelnek. Hogyha a Balaton látszik, akkor én nem. Vagy én, vagy a Balaton. Akkor jó így, nem? Milyen volt az első sütögetés? Milyen volt az első sütögetés? Nagyszerű volt az első sütögetés, tök jó idő volt végre. Úgy éreztük, hogy most már télen közeleg a nyár. Itt voltunk a barátainkkal, sütöttünk, főztünk, ettünk.
És most mit fogunk csinálni? Egyébként mindig ez a legjobb a vendéglátásban, amikor a barátok itt vannak, hogy amikor elmennek, akkor rájövünk, hogy mennyi a mosatlan. Igen, igazából te jössz rá. Hát, Muki. Mit ígértél most kimosogat? Én fogok most mosogatni. Tesz egy felelőtlen ígéretet, de nyilván ez nem így lesz. Ja, de tényleg képzeljétek el, hogy egyébként mutassuk meg, hogy hol szoktunk mosogatni, hogyha nagyon sok cucc van ott a slagnál. Van egy ilyen kerti csap, és akkor az szokott lenni a technika, hogy egy nagy vödröt elengedünk, és akkor én mosom mosószerrel, a Muki pedig slaggal leslagozza, és akkor viszonylag így gyorsan végzünk. Itt. Szokott ez megtörténni. Most ennyire nem vészes a helyzet, úgyhogy most bent fogunk mosogatni egyelőre. És bebújunk. Fémezünk. Ugye? Igen. A nagyon szép fűünket már picit megmutattam, de azt még megmutathatod. Mert arról készítettünk videót is, hogy készítettük ketten a Mukival. Egész jól lett, nem? Aha, nagyon szép zöld. Úgy tényleg érdekes, hogy nézd, hogy itt, ahol befújtuk, itt sok más sűrű. Meg zöldebb is csomó helyen. Hogyha szakszerű füvesítés videóra vagytok kíváncsiak, akkor kattintsatok a füvesítős videónkra. Itt! Szép lett? Kicsi műzések voltunk? Szép vagy. Ja igen, szép lett a fű is. De ez, hogy kívánj, mintha fizetnék ezért. Na gyere, Pupika, akkor menjünk, mosogassunk. Jó, követlek. De ha nem kell rögzítened, mert tele lesz a kezed. Már nagyon sok mosatlan bevittem. Amúgy. Nézzétek, ezt még megmutatom nektek. Vagy tudjátok, mint a Sofi fogja megmutatni, mit szokott ezzel csinálni. Nem, szerintem a Tücsi megmutatja. Nem. De jobban tudod megmutatni. Tényleg. Ebben te ügyesen vagy itt. Miket szoktál ezzel látni, életem? Madarakat, hajókat nézünk. De na, de közel van, te jó ég. De igazából ez a Sofi játékszere. Szeretnétek még balatoni témájú vlogokat, van még rengeteg ötletünk, akkor tudjátok, mindenképpen írjátok meg, hogyha tetszett ez a videó, akkor szívecskézzétek be, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek, és a téma ötleteket pedig várjuk. Sziasztok!